Sziasztok! A mai videóban a zöld leveli békáról lesz. A zöld leveli béka elegáns megjelenésű, karcsú testű faj. Hátsó lábai igen hosszúak, orra lekerekített, szivárvány hátsaján narancssárga. A pupilla vízszintes rés alakú. Hátoldalának bőre sima, míg a hasoldalt szemcsézett. Színe a hátoldalán zöld, valamely árnyalata, a hasoldal fehéres sárgás. Színe elsősorban a közeghez igazodó, de a sötétebb árnyalat hideg időben elősegíti a napsugarak hatékonyabb elnyelését. A szájpad csont mögött található ekecsont fokozott. Nyelve elől lenőtt, kicsapható. A végtagok ujjai tapadó korongokban végződnek, melyek segítségével rendkívül jól másznak a növényeken. A hímeknek külső toroktájéki hanghólyaguk van, mely nyugalmi helyzetben is felismerhető. A torok sötétebb sárgásbarna ráncolt. A nőstény a petéket több részletben diónyi csomókba rakja le, melyben akár 50 pete is lehet. A zöld leveli béka hazánkban szinte mindenütt előfordul. Megtalálható a sík, domb és hegyvidékeken egyaránt. Kedveli a nedves élőhelyeket, de a szaporodó helyektől akár több kilométer távolságban is lehet vele találkozni. Lakott területeken is megtalálja életfeltételeit. A zöld leveli béka általában napsütötte nyílt területeken, bokros, ligetes erdőhelyeken fordul elő. Előnyben részesíti a széles levelű növényzetet. Kerüli a sűrű és kevéssé megvilágított erdőket. Kedvelt petarakó helye a vízállásos láprétek. A zöld leveli békák kora este és éjjel aktívak, nappal inkább napsütötte helyeken pihenő példányaival találkozhatunk. Sötétedéskor általában lemásznak a talajra, ahol bőrükön át vizet tudnak felvenni, illetve táplálék után kutatnak. A telet a talajban, föld alatti üregekben, rágcsálók járataiba húzódva, kövek alatt, fák odvaiban vészelik át, de áttelelhetnek iszapban is. Átlagos élettartalma 15 év, a kifejlett leveli békákat elsősorban vízisiklók és madarak fogyasztják. Táplálékát elsősorban rovarok képzik, de elfogyasztják a pókokat és kisebb csigákat is. Gyors mozgásuk, ugrásuk révén a repülő rovarokat is ügyesen elkapják. Vízben fejlődő lárváikat a ragadozó rovarok és lárváik nagy számban fogyasztják, de megfigyelték, hogy az ásóbéka evihala is gyéríti állományukat. A hímek párzáskor összegyűlnek a petarakásra alkalmas víztereknél, ahol sötétedés után kórust alkotva hallatják érdes hívó hangjukat, így vonzva a nőstényeket. A leveli béka érzékeny az élőhelyének változásaira, különösen az erdőállomány eltűnésére, a vizes élőhelyek lecsapolására, a vizek szennyezésére és a szaporodóhelyek eltűnésére. Ezek a változások elsősorban Nyugat-Európában vezettek az állományok jelentősebb csökkenéséhez. A faj egyedeit gyűjtik terráriumi tartásra is, ami tovább csökkenti állományukat. További veszélyeztető tényező lehet a klímaváltozás, a megnövekedett UVB-sugárzás vagy a betegségek. Az új vizes élőhelyek létesítése viszont a lokális állományoknak kedveznek, egyet számuk növekedhet. A legtöbb országban, így hazánkban is védett faj, természetvédelmi értéke 10.000 forint. Tartsatok velem a következő videóban is, melyben egy hibrid békafajjal fogunk megismerkedni.